Elítélte egy zsinagóga támadóját a francia bíróság. A 4 halálos áldozatot és 38 sebesültet követelő támadás 42 évvel ezelőtt történt. Egy libanoni kanadai egyetemi professzor talált bűnösnek a támadás végrehajtásában egy párizsi bíróság. Az akkor 20 éves elítélt, most majdnem 70 esztendős. Az áldozatok szerettei és a Rue Copernicon található zsidó imaház közösségének tagjai átölelték egymást a bíróságon az ítélet kihirdetése után.